Nagy tisztelettel köszöntöm, Ceglédi Zoltán politikai elemzőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Listázta a TikTok azokat a felhasználókat, akik meleg videókat néztek. Kiderült, hogy több listával is rendelkezik a TikTok. Például ilyeneket listáztak, hogy fehérnők, fehérnők, akik némi leszbikus tartalmat fogyasztanak, és a többi, és a többi. különböző ilyen alcsoportja is voltak ezeknek a listázásoknak. És ugye, amikor egy kormány fellép karhatalommal, és mondjuk betilt egy ilyen platformot, akkor van egy nagy felzúdulás, mert hogy ez, ez ellenkezik a szabadságjogokkal, meg a szabad elérésével ezeknek, viszont úgy tűnik, hogy ezek a platformok meg visszaélnek ezekkel a szabadságokkal. Hát hol van itt az arany középút? Hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy azért a felhasználó se sérüljön ebben, és ne kerüljenek ki mondjuk ilyen szenzitív adatok róla, viszont a kormánynak se kelljen azért ilyen kézi vezérléssel irányítgatni. Most mi jöhet be, és mi nem? Ha egy szóban akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy trafik. Tehát az a helyzet, hogy a, pontosan tudjuk azt, hogy, hogy ha egy tizenéves srác az nagyfűnök akar tűnni, akkor a, a suli mögött, a susnyásban rá fog gyújtani egy cigarettára. Mert ez így van, mióta világ a világ. Jó ez? Nem. Megtörténik? Igen. De attól, hogy tudjuk, hogy ez megtörténik, még nem kezdünk el 10 évesekre vagy 14 évesekre optimalizált reklámokat indítani, sőt, ezeket ma már nagyon korlátozzuk, betiltjuk. Nem kezdünk el ö, a gyerekek által kedvelt csokoládék mellé cigarettát rakni a boltban, sőt, bevisszük a cigit a trafikba. Szerintem a TikTokkal is egyébként ez lenne a dolog. Nem fogjuk tudni megakadályozni, ahogy az online pornót sem tudjuk elzárni teljesen a gyerekektől, de feladatává tesszük annak a hírszá, vagy annak a, 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 az erotikus szájtnak, hogy, hogy szűrje ezt valamennyire, és hogy, 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 megpróbáljuk elzárni tőlük, hogy jelezzük a tévében karikával, ami nem neki való, hogy későre tesszük ezeket a tartalmakat. Szóval, hogy szerintem a TikToknál is ez lenne a feladat, mint az LMP-nek van is egy hasonló irányú javaslata, hogy, hogy legyen arra nézvést egyrészt egy törekvés és a platformra rakott felelősség, hogy minél kevesebb gyerek használja, másfelől pedig egy, egy egy közösségi elítélése annak, ami ott történik. Mivel, és ez már nem a gyerekekről szól, amit most mondok, mivel egyébként azt látjuk, hogy, hogy egy ilyen csúszós lejtőn vagyunk. Ami elindult, szerintem leginkább akkor, amikor először ijedtünk meg a klímaváltozástól, és elindult egyszerűen fogalmazok a belepofázás a hétköznapi életekbe, a ö, különböző korábban gyakorolt jogoktól való megfosztás, ne te döntsd el, hogy mit teszel, ne te döntsd el, hogy hova mész, drágítsuk meg neked jól a repülőjegyet, és stb. 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 Tehát, hogy legyet, tehát egy, ilyen, egy ilyen felettesén kezdett el működni az emberek fölött. Aztán jött a koronavírus, milyen jó a kínai applikáció, ami, ami lekövet téged, és amikor, és nagyon vicces volt, mert ott az első bankcsődnél, amikor kimentek volna az emberek tüntetni, pirosra váltott az alkalmazásuk, hogy hirtelen nagyon koronavírusosak lettek, nem mehettek ki az utcára. És ugye Kínában tudjuk, pontrendszer van egyébként, tehát hogyha nem viselkedek jól, nem szállhatok föl a vonatra, hogy egyszerűen fogalmazzak. Akkor utána ez folytatódott most az orosz ukrán háború kapcsán, amikor azt mondták, hogy majd mi megvizsgáljuk, hogy, hogy Európában milyen sajtótermékeket lehessen elérni, nem kell a Facebooknak elmagyarázni, hogy kit, miért, hogyan tilt be, vagy tekeri le az elérését. És ez, ez, mondom, ez egy csúszós lejtő, aminek része az is, hogy a TikTok milyen adatokat gyűjt az emberről, és hova áll ez össze. Megint csak én optimista pillanataiban azt szoktam volt gondolni, hogy ez az egész egyszer nagyon durván visszaüt, és, 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 és a, a szélesebb közvéleménynek lesz elege abból, hogy a, a normalitástól, a hétköznapi értelemben vett normális élettől teljesen idegen módon kellene neki működnie, azért, mert ezek a különböző platformok beszorítják. De hát itt is van az Európai Uniónak egy nagy kudarca. Tehát a, a pár éve nagy, délrel durral beharangozott GDPR, ami arról szól, hogy hogyan védik meg a mi adatainkat, érdekeinket, az úgy hussant ki az ablakon, és kezdett el mindenki abban, abban örömködni, hogy mennyi mindent tudunk már az emberekről, megint csak a koronavírus alatt. Hát nyilvánosságra hozták az adatokat, hogy na, mi látjuk a telefonod alapján, hogy merre mentél, mit csináltál. És ennek én örüljek, hogy van neki egy adatbázis arról, hogy akkor én, én merre járkáltam és mit csináltam. És akkor én nem akarom idehozni az úgynevezett fact kereket, akik valamiért úgy döntöttek, hogy náluk van a végső igazság, és ők mondják meg, hogy merre jó és merre nem. Öm, röviden szerintem. A, a technikai lehetőségeink azok nagyban megelőzték az ezért viselt felelősségünket, tehát csomó mindenre képesek vagyunk, de nem vagyunk tudatában annak, hogy mit csinálunk, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell kezdeni valamit. Én, ahogy öregszem, kezdek egyre inkább analóg lenni, és azt gondolni, hogy a, a kinyomtatott könyvnek, a személyes beszélgetésnek, amit most mi csinálunk, annak, annak, annak sokkal inkább kellene, hogy jövője legyen, mint a, a csetelésnek, az online ö, ö, végzett ö, bármiféle ilyen, ilyen társas együttléteknek. És, ö, és ha ez így lesz, akkor érdeklődés hiánya a TikTok sem fog tudni mit gyűjteni. Igen, de hogy ez a személyes beszélgetést mennyien fogják hallgatni, ez is a youtube on múlik. Tehát ha ő azt mondja, hogy ez a tartalom nem megfelelő bármilyen szempontból, akkor azt mondhatja, hogy ezt nem engedjük elérni az emberek számára. És visszacsatolva csak egy kicsit, ezekre a kérdésekre is a Mi Hazánk próbál megválaszokat adni. Én máshol nem hallom. Um, volt... Uh... Jártam egy, egy, egy kormánypárti besz, sajtóterméknél beszélgetésen pár hónapja, és elvittem magammal a szalonnázó bicskámat Megmutatni, hogy, 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 van egy viszonyom nekem valami nagyon ősi, nagyon, nagyon és nagyon megél dologhoz tekint, vagy egyébként az a bicska, az kifejezetten arra való, hogy az ember szalonnát vágjon vele, és erre büszkének kéne lenni, hogy a paraszti kultúra ezt kitermelte magába, stb. stb. Egyszerre lett egy bizonyatos vázódulás ebből. Ez a hülye bunkó paraszt mit képzel? És és, és, és csengetett be nagyon sok helyre az élmény, azt illetően, hogy igen, neki is a nagyapja még csinált katonákat, ugye, ami a, a tapasz magyar megfelelője, hogy ilyen globalista módon fogalmaznak. És szerintem, ugye, amiről a mi hazánk beszél, az egyébként lehetősége lenne bárkinek, hogy egy picit elemelje ebből a nagyon zaklatott, nagyon negatív, nagyon közvetett ö, ö, érzésből a maga kommunikációját, és mondjuk az ellenzéki pártok megcsinálják azt, amit nagyon vicces, valaha mindegyik tudott. Tehát az LMP is nagy közösségi élményekből indult, ott ültek a rasták a, városházaparkban, a, a ö, Városháza parkban, a Dombon, és beszélgettek, meg a biciklisták. Ugye az LMP egy biciklis párt volt, tövék volt a kritikalmez. De ugyanígy meg, meg volt ez a, ez a momentumnál is, amikor ők összegyűltek, tábor csináltak, jó, majdnem csődbe mentek, de akkor is, és, és, és együtt voltak fiatalok. Az volt a, a, az egésznek a szexepéje. És ugyanez meg volt egy csomó helyen mindenkinél. Aztán nem mind elhitték, hogy az fontosabb, hogy hány lájkot kapnak a Facebookon. Szerintem ezt kell, hogy visszahozni. Paradox módon amennyire azt gondolhattuk volna, hogy rosszat tett a mi hazánknak, hogy Toroszkai Lászlót letiltották, hogy az eléréseit letekerték a Facebookon, annyira elkezdett működni azt, hogy jó, akkor egyrészt nyilván más platformon megépíti magát, meg hát találkoznak az emberekkel. De nem a mi hazánkat akarom ezzel kapcsolatban egyébként reklámozni, tehát minap Komját Imre elment a Borsodkenbe, ahol dolgozott 33 évig, és állítom, hogy sokkal fontosabb volt, hogy ott találkozott azokkal a dolgozókkal, azokkal a szakszervezetisekkel, mint hogy a következő posztjára hány like jön. A mi hazánknál arra is gondoltam, hogy ugye ők beszélnek a közösségi média platformoknak az uralmáról, és uh -huh. hogy ezt valahogy ennek gátat kellene szabni. Tehát más helyeken, ezt nem, vagy más másoktól ezt nem nagyon hallom, a kormányzó pártól sem. Pedig talán ö, ott ö, ott még, még a kezébe lenne a cselekvő erő is, hogy valamit kitaláljon, nem? A, szerintem a Fidesz kiegyezett ezekkel a platformokkal. Tehát rájött arra, hogyha ő eleget költ, és ezt megteszi, hát ugye nagyon reklámozta az influencereit, hogyha, hogyha megtanulja a logikáját annak, hogy hogyan kell fölépíteni, nem tudom, a DeacDanit, hogy hogyan kell ö, ö, bereklámozni a, a rákai Filip videóit, akkor ezzel jobban jár, mint hogyha hadat üzenne ezeknek a szereplőknek, miközben az abszolút a Fideszhez illő lenne, meg az egész ilyen. Globalizáció kritikus, euroszkeptikus vonalhoz nagyon illő lenne, ha azt mondaná, hogy ne hazudjuk azt, hogy a Facebook Írországban van, a Facebook itt van nálunk. Magyar embereknek magyarul magyar hirdetések vannak rajta, adózzon is itt. Sőt, szeretnénk azt is tudni, hogy milyen adatokat kezel, ha már a TikTokot említettük. De a Fidesz a másik irányba indult el, azt mondta, hogy akkor inkább ezt használni fogja, megtanulja, és nagyon jó adaptációs készséggel rendelkezik, ebben is lehajrázta az ellenzéket. Most szólok egyébként, hogy a következő, ahol meg fogja nyerni a csatát, azok a belvárosi klubok, az értelmiségi körök és a, a, a magyarázó erővel bíró okos könyvek. Tehát, hogy az MCC és társai pont ebbe az irányba mennek. Böszörményi nagy nyergő ebben sokkal jobb, mint az ellenzék, de ezt csak zárója teszem ide. Ö, és igen, a, 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 vonatkozó kritikát megfogalmazni, azt a, a mi hazánknak sikerült elsősorban, nyilván nekik meg az a történetük, hogy őket nem engedik át, de az ellenzék többi része ezt azért nem teszi, mert rabjai ennek az egész like bajnokságnak. Tehát, hogy és én megértem, 2010 óta erről is beszéltünk ugye ma már, nagyon kevés effektivitása van az ellenzéki létnek. Egy-egy polgármester, vagy a főpolgármester, vagy néhány európai parlamenti képviselő tud a szó hagyományos értelmében döntéseket hozni, hogy mi legyen és mi nem legyen. De az önkormányzati dimenziót is folyamatosan szűkíti, préseli a Fidesz. Nem engedi, hogy ott azt megéljék, hogy ők hagyományos értelemben véve hatalmon vannak. Ehhez képest ugye a Facebookon ott Kiki versenyben, face-to-face face tudnak versenyezni, az egyik ennyi lájkot kapott, a másik annyit, ezért ennek nem mennek, neki nem maguk alatt vágják a fát, mert a közösségi média meg úgy működik, hogy ha már a TikToknál vagyunk, hogy aki belájkolt, nem tudom, négy homoszexuális tartalmat, annak másik négy homoszexuális tartalmat fog földobni, nem pedig egy, nem tudom, pörkölt receptet és aki az ellenzéki tartalmakat lájkolta, annak fogja újra földobálni ezt. Bezárják őket saját magukba. Szóval, hogy szerintem ez egy öngyilkos tempó, biztos más irányba indulnék el, és nem hiszem, hogy az emberek néhány nagyon Facebook függő közösségtől kivéve szeretnék ezt az online létet annyira, hogyha valaki alternatívát kínál nekik, akkor ne abba az irányba induljanak el. Köszönöm, Ceglédi Zoltán politikai jellemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!